Jól teljesítenek a városi cégek, a pécsiek elégedettek a szolgáltatásokkal. Új tűzoltó laktanya és őrs Pécsett. Májusban kezdődik az építkezés előkészítése. Ír nagykövet a Baranyai megyeszékhelyen. Itt életét és munkásságát mutatják be a városban. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma, május 7-én szerdán. Tartsanak velünk! Lakossági elégedettségi felmérést készítettek a város tulajdonában lévő cégekről. Az intézmények tevékenységével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a pécsi lakosoknak. Ennek eredményéről tartottak ma sajtótájékoztatót. A város 19 önkormányzati választókerületében egyenlő arányban kellett a felmérést elvégezni. Így 1000 főből 51 néhány embert kérdezett meg a Szociográf Piac és Közvéleménykutató Intézet 40 munkatársa arról, mennyire elégedettek a város tulajdonában lévő cégek szolgáltatásaival. Az úgynevezett véletlen séta módszerével választották ki a háztartásokat. Ami azt jelenti, hogy a kerület térképe alapján kijelölünk egy pontot, egy templomot, egy kultúrházat, egy kereszteződést, és onnan kell a kérdezőnek elindulni. És onnan úgy mehet, hogy megadjuk neki, hogy minden második házba, harmadik házba, egészen más mondjuk a kertvárosban, ahol panelok vannak, egészen más egy családi házas övezetben ez az algoritmus, így választhatja ki a háztartást. Ha ott hajlandóságot mutatnak a kérdezésre, akkor neki meg kell kérdezni, hogy kinek volt a háztartáson belül legutoljára születésnapja. 18 éven felüliek közül nyilván, mert gyerekek ne válaszoljanak a kérdésekre, és ezzel az emberrel kellett elkészíteni a kérdezést. A városnak fontos a pécsi lakosság véleménye. Ezek alapján tudják meghozni a döntéseket a városi cégek életében, a közgyűléseken, mondja Páva Zsolt polgármester. Most már van egyfajta visszapillantási lehetőség, hiszen 4 éve történik ez a felmérés, ez a 4. alkalom, amikor ez bekövetkezett. Általában ilyenkor tél végén, tavaszelén van ez a felmérés, és ilyenkor van egy összesítés, egyfajta értékelés, és a korábbi évekhez képest tudunk értékítéletet meghatározni, tehát mindenképpen egy fontos dologról van szó. 4 nagy szolgáltató cég, mint a Tettye Forrásház, a Biokom, a Pétáv és a Tükebusz ZRT szolgáltatásai iránt érdeklődnek a fogyasztóktól. Az eddig eredmények biztatóak, hiszen az elmúlt 2 év statisztikája alapján valamennyi városi intézmény tevékenységének megítélése pozitív irányban emelkedő tendenciát mutat. Legyen az például a háztartási hulladékszállítás vagy a Tükebusz járatainak sűrűsége. Felmondás, szabadságkiadás, munkahelyi problémák kezelése, válás, gyermekelhelyezés. Főként ezekben és családjogi kérdésekben fordultak segítségért a Jogpont Plusz jogsegély szolgálathoz az elmúlt 2 évben. A dél-dunántúli régióból közel 7800 ügyet regisztráltak. Az uniós finanszírozású Jogpont Plusz és a Jogpont Plusz mini projektek nagyjából 2,2 milliárd forintból valósultak meg országosan. Ma Magyarországon rengetegen vannak, akik anyagi okok miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy problémás ügyeikben jogi segítséget kérjenek. A projektek előzménye maga a Jogpont létrejötte volt 2009-2010-ben. Ezt a szolgáltatást több ezeren vették igénybe. Vendégünk a stúdióban Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok! A Jogpont hálózatról beszélünk, amit önök hoztak létre, önök szerveztek, önök pályáztak erre a lehetőségre. Miért volt erre szükség? Jó napot kívánok! A Jogpont szolgálat az tulajdonképpen egy jogsegély, jogi tanácsadási szolgálat, egy regionális szinten megszervezett szolgálat, aminek a lényege, illetve az értelme az volt, hogy ugye egy fejlett jogállamban, mint Magyarország is, az élet minden területét ma már jogszabályok irányítják, szabályozzák, és ezekben a jogszabályokban, amelyek ráadásul folyamatosan változnak, és az utóbbi 4 évben, az utóbbi 2 évben, vagy ebben a kormányzati ciklusban alapvető változások voltak a munkajogban, a polgári jogban, társasági jog területén, de családjogot is érintő változások. Ha nem lettek volna akkor is az átlag munkavállaló, akiket mi képviselünk, a munkavállalók ugye nem nagyon tájékozottak jogi szempontból, és ezért az ő számukra eligazítandó, eligazítás szempontjából ezekben a bonyolult jogi útvesztőkben egy segítségnyújtási eszköz, ami úgy működött, ugye, hogy a régióban irodákat állítottunk föl, telefonos, e-mailes kapcsolattartási lehetőségeket biztosítottunk, és ezen keresztül
a jogsegélyre szoruló állampolgár, munkavállaló, de vállalkozó is, ugye kis vállalkozásokkal közösen csináltuk ezt a szolgáltatást, fölkeresette ezeket az irodákat, és ügyes bajos dolgaikat ezekben a felsorolt jogágakban, vagy még ezen kívül is ugye keletkező problémáit itt elmondhatta a képzett ügyvédeknek, jogászoknak, és ők egészen az irat szerkesztésig elmenő jogi tanácsadásban részesítették őket. Azért vannak más ingyenes jogi szolgálatok is, ugyebár ez fontos, hogy ez ingyenes. Volt ez a jogpont szolgáltatás, illetve még most is az. De vannak más utak is, meg hát az ember arra gondol, egy munkahelyen van egy vállalati jogász, vagy egy olyan joghoz értő ember, aki talán segít a dolgozóknak. Vagy ez nem elég jó megoldás önök szerint? Hát a vállalati jogász általában a vállalatnak az érdekeit képviseli, amíg nem mindig esik egybe ugye a munkavállaló érdekeivel. A munkavállaló számára a szakszervezetek általában biztosítottak, vagy most is vannak ilyen szervezeti jogsegélyszolgálatok, szakszervezetek által irányítva, szervezve. De ez, mint ahogy ön is mondta, egy ingyenes jogsegélyszolgálat, ezt az ingyenességet az Európai Uniós források, pályázati pénzek tették lehetővé. Magyar kormánynak az illetékes hivatalai döntöttek abban a kérdésben, hogy azt a pályázatot, amit benyújtottunk munkaadói szervezetekkel közösen, támogatják. Mintegy két évig futott a program, most május elején ért véget, és vállaltunk még a szervezők, a rendszergazdák, egy két éves fenntartási időt, amely idő intervallumon belül még a saját tagságunknak ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítunk, illetve külső érdeklődőknek pedig egy nagyon alacsony térítés ellenében tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást. Röviden beszéljük a számokról, hányan vették igénybe ezt a szolgáltatást? Akár régióban, akár régióban mindegy 7000 fő vette igénybe, ez 7000 ügyet jelent, tulajdonképpen olyan 6-6,5 ezer egyéni megkeresést jelent. Egyébként ezt vállaltuk, hogy egy ilyen indikátor bekerült ebbe a projektbe, hogy a végén a szolgáltatásnak egy ilyen volumene fog megvalósulni. Országos szinten pedig egy 70 ezres ügyszám és egy 60 ezer körüli egyéni megkeresés történt, tehát az azt jelenti, hogy egy komoly érdeklődés volt ezen a területen, amit segített természetesen az, hogy a program részét képezte egy ismertető elem is volt, egy úgynevezett reklám része is volt a projektnek, ahol megismertettük a szolgáltatással az embereket. Ez mint egy reklám volt a szakszervezetek segítségnyújtási szolgáltatási tevékenységére, de ugyanakkor tényleg egy napi gyakorlat szintjén megvalósuló olyan segítség volt, ami egy praktikus eligazítást, eligazodást, egy segítséget jelentett az emberek hétköznapjaiban, ezekben a jogi útvesztőkben való eligazodásban. A magyar átlagember természetesen jogilag ugye nem túl képzett, és ügyes-bajos dolgaival, ha ügyvédhez kívánt fordulni, ott tudjuk, hogy elég borsos díjak vannak, de itt ezekben a szolgáltatásokban az ügyvédek, az ügyvédi irodák álltak rendelkezésre. Természetesen számukra is egy előny, mert hogyha ügyfélkört megismerték és tovább kellett vinni az ügyet, akkor már ismerettségen keresztül ez egyfajta merítési lehetőség is a klientúrára, de nyilván nem az ügyvédek, nem a szakszervezetek megsegítésére, hanem a munkavállalók megsegítésére létrehozott szolgáltatás ez. Munkajogi kérdések, családjogi kérdések, tényleg csak nagyon röviden felsorolásszerűen mik szerepeltek? Hát munkajogi kérdések voltak túlnyomó részt, és munkavállalók, nem vállalkozások, illetve vállalkozók jelentkeztek. Ez érthető, hisz a munkatörvénykönyve most változott, olyan mértékű változások vannak, ha nem lettek volna, akkor is egy folyamatos konfliktus forrás, ugye a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a bérezés, tehát ez egy bonyolult jogi terület, a polgári joggal ugye rokon terület, de mégsem polgári jog. Polgári jogi változások is voltak, hogy az új polgári törvénykönyv most március 15-én lépett hatályba. Annak bizonyos átfedései, kapcsolatai vannak a munkajoggal. A családjog is egy második kategóriában a legtöbb száma megkeresés abban a témakörben érkezett. Ez meg abból fakad, hogy a szakembereink elmondták, hogy ugye nagy a külföldi munkavállalás, családok ideiglenesen vagy sajnos véglegesen is ketté szakadnak ebből fakadóan, és ezen a területen is nagyon-nagyon sok volt az igény a segítségre. Jövőre pályáznak, igen vagy nem? Jövőre pályázunk, szeretnénk megújítani ezt a szolgáltatást, addig is fönntartjuk saját erőből. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a lehetőséget. Még ebben a hónapban elkezdi az engedélyeztetési folyamatot a város, hogy tűzoltó őrs épülhessen a Tüzér utcában. A területet közművesítve adják át a lánglovagoknak az építkezéshez. Az életveszélyes Engel utcai laktanyát visszabontják, mellett egy új épületet húznak fel egy év alatt. A két telephelynek köszönhetően 5-7 perccel hamarabb érnek majd ki a pécsi tűzoltók.
Ma még elhanyagolt és üres ez a terület a pécsi Tüzér utcában a felüljáró mellett. Hamarosan azonban akár életet is menthetnek majd innen indulva. Erről a területről az urányvárosi tűzeseteket, illetve a kertvárosi tűzeseteket sokkal hamarabb el tudja érni a tűzoltóság. Ezért ide egy 300 négyzetméteres tűzoltó őrs épül a tervek szerint. Létráskocsi, tűzoltóautó és egy technikai mentést biztosító jármű kap itt helyet. A beruházást a katasztrófa védelem fizeti. Itt most ez nem városi költség. A városnak annyit kell biztosítania, hogy a telket közműellátással együtt kell majd a katasztrófa védelem rendelkezésre bocsájtani. Ez meg fog történni ebben az évben, úgyhogy minden akadály elhárul az elől, hogy el tudjon indulni minél hamarabb az építkezés. Májusban ezért módosítja a város az építési szabályzatot. Így beépíthető lesz ez a terület, de nem csak az őrs épül meg. Az új laktanya itt fog épülni mögöttünk a jelenlegi sportpálya helyén. A bal oldalt mögöttem látható régi laktanyát pedig visszabontják a földszintig, és egy raktárat alakítanak majd ki benne. Életveszélyes állapotban van jelenleg a laktanya. Szerkezetileg meggyengült, süllyed az épület egy része. Ezért vannak ilyen törések, repedések itt. Nem halogatható tovább az új laktanya építése, a régi visszabontása a szakemberek szerint. A tervezési folyamatnak a végén állunk, tehát most már a funkcionális helyiségeknek a kialakítása megtörtént a laktanyán belül, és a végső terveztetési szakaszban vagyunk jelenleg. Budapesten ezt most jóvá hagyják, ismét visszaküldik egy egyeztetése, és ezt követően egy éven belül megindulhat az építkezés itt Pécsen. A laktanya és az őrs megépülte után gyorsabbak lesznek majd a tűzoltók. Akár 5-7 perccel hamarabb érnek majd ki Uránvárosba, Kertvárosba, az őrsről, mint most a laktanyából. Egyébként ennyi idő elég ahhoz, hogy kiégjen egy teljes panellakás. Azonban a beruházás után várhatóan kevesebb kár éri majd a pécsieket tűz esetén. Idén is kedvenc üdülőhelye lesz a térségükben lakóknak az Adria. Úgy tűnik, teltház lesz a főszezonban a horvát tengerparton. Ezért, aki itt szeretne nyaralni, időben biztosítsa be magát szálláshelyjel. Június 2. felétől augusztus 20-áig már nehéz lesz szabad helyet találni. Azonban a június közepéig tartó előszezonra még akadnak üres apartmanok. A nagy érdeklődés a tenger viszonylagos közelsége és a kedvező árak miatt van. Akár már 7-8, de 12-15 euróért van szállás egy főnek egy éjszakára. Az árak mellett az is motiváló, hogy Horvátország uniós csatlakozásával rövidült a határátkelés ideje. Az ír költő Yeats életét és munkásságát bemutató nagyszabású dublini kiállítás érkezett a Pécsi Tudományegyetemre. A két hétig látogatható tárlat egyaránt árnyalt képet fest az író költészetéről, irodalom és kultúra szervező tevékenységéről, hazája iránti elkötelezettségéről és magánéletéről. Az Írország Magyarországi Nagykövetsége által támogatott tárlatot Kevin Dowling nagykövet nyitotta meg. Megérkezett az ír delegáció Pécsre. A Nobel-díjas költő, drámaíró, a kelta gyökerek kutatója, az ír nyelv, folklór és kultúra hazafias támogatója, William Butler Yeats életét és művészetét bemutató tárlatot hozták hazánkba. A leginkább, ami megfogott engem itt Pécset, az az ír kultúra, nyelv és az ír hagyományok tisztelete, elfogadása és megértése. A Pécsi Egyetem Anglisztika Intézetének keretein belül működő irlandisztikai program a hallgatókhoz közelebb hozza a mi országunkat, ami sok tekintetben hasonlít Magyarországra. Számomra a pécsi kapcsolatnak ez az intenzív jelenlét a legnagyobb jelentősége. Pécsett a 80-as évek óta foglalkoznak kiemelten az ír történelemmel és kultúrával. Többek között a Yeats és Joyce szemináriumokon Kurdi Mária tanárnő kezdte el az ír irodalom oktatását. Irlandisztikai kutatóközpont is működik a Bölcsészettudományi Karon. Nálunk ez tömörít olyan kollégákat, mint például Müller Péter professzor is, meg hát jó magam, meg más kollégák, nem csak a mi angliszkai intézetünkből, hanem más tanszékekről is, sőt, PhD hallgatókat is, akik hát valamilyen szinten tanítják az irlandisztikát, írirodalmat megkutatják.
A tárlaton az információs paravánok angol és magyar nyelvű tanulmánykötetek bemutatásán túl virtuális sétát tehetünk a Dublinban rendezett a költő életének minden állomását tárgyi emlékekkel is bemutató Yeats kiállításon. Az Ír Nemzeti Könyvtár Vándor kiállítása május 7-e és 21-e között tekinthető meg az Egyetemi Könyvtár Tóth József szakkönyvtárában. Csütörtökön leáll a fűtésszolgáltatás azokban a pécsi épületekben, ahol a lakóközösség az időjárás függő fűtési célú hőszolgáltatásról megállapodással rendelkezik. A PTAV Kft. Áprilisban adott ki közleményt, melyben arról tájékoztatták a lakosságot, hogy a fűtési időszak utolsó hónapjában, április 15-től május 15-ig a társaság a lakóépületek fűtésének leállítását, illetve újraindítását a már megszokott módon az időjárásnak megfelelően a megállapodásban foglaltak szerint teljesíti. Azokban a lakóházakban, ahol már megvalósították a fűtéskorszerűsítést, a termosztatikus radiátor szelepekkel, illetve a még nem korszerűsített fűtési rendszerek hagyományos, működőképes radiátor szelepeivel a lakók maguk is tudják szabályozni a lakások fűtöttségét. Csontváry Kostka Tivadar korai remekműve a Gácsi Forgács Kastély című festmény május 6-ától Pécset tekinthető meg. Az Antal Lustig gyűjtemény kiemelkedő értéke a modern és kortárs művészeti központ Debrecen letéti anyagából csereképként érkezett Pécsre, ugyanis a Vihar a Hortobágyon című alkotást a modern Alföld című kiállítására kérték kölcsön. A Gácsi Forgács Kastély című festmény a Janus Pannonius Múzeum Csontváry kiállításában Pécsett a Janus Pannonius utca 11 szám alatt tekinthető meg naponta. Több nézőpontból van nagy jelentősége. Egyrészt a két város között egy kulturális csereprogram valósul meg, hiszen az Antal Lustig gyűjtemény egy híres darabját láthatjuk itt a városunkban több mint két hónapon keresztül. A másik része pedig az, hogy szerencsés, hogy minden egyes évben megpróbálunk valami újdonsággal előállni azok számára, akik a képzőművészetet, a festőművészetet szeretik, és azt gondolom, hogy Csontváryjának ez a korai alkotása egy olyan érdekesség, amit Pécsen nagyon ritkán lehet látni, vagy ehhez hasonló képeket. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Jól teljesítenek a városi cégek, a pécsiek elégedettek a szolgáltatásokkal. Új tűzoltó laktanya és őrs Pécsett. Májusban kezdődik az építkezés előkészítése. Ír nagykövet a Baranyai megyeszékhelyen. Itt életét és munkásságát mutatják be a városban. Ez volt a Pont ma, a Pécs TV híradója. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!